Tamás Zsuzsa kicsi Mimi nagy tesó lesz. Az utolsó hideg napok egyikén Mimi izgatottan ébredt. Mama, mama, szólongatta mamát. Nekiláltunk? Mama nehézkesen fergült az ágyban. Nekiláltunk, Mimikém, csak gyorsan facsarok egy kis répalevet, mondta, miközben Halloween-gét rendezgette hatalmas pocakján. Papa, te ma ágyba kapod a répalevet, a konyhából pedig egyenesen ki vagy tiltva. Mimi kuncogott. Mamával napok óta papa születésnapjára készültek, és most eljött a tortasütés ideje. Mire elkészült a torta és az ünnepi ebéd, és Mimi az utolsó szalvétát is a helyre tette az asztalon, megérkezett mama testvére, hogy ő is felköszöntse papát. Mimi nagyon szerette a nagybátyát, mert bármit le tudott rajzolni, és mindig meg tudta nevettetni őt. Miminek mégsem volt kedve nevetni, amikor a felnőttek arról beszéltek ebéd közben, mi lesz, ha a kis testvére éjszaka szeretne megszületni. Akkor áthívjuk bátyót, mondta mama. És itt hagytok engem? Kérdezte Mimi. Muszáj lesz bemennem a kórházba, papa pedig bekísér, mert szükségem lesz a segítségére. De nem hagyunk egyedül, bátyó majd vigyáz rád. Miminek nem tetszett ez a terv, de annyira izgult, papa vajon mit szól a marcipán figuráihoz, hogy nem vitatkozott a felnőttekkel. Papa köszöntése remekül sikerült. A torta valóban szép volt, és nagyon finom is. Papa igazán örült az ajándékoknak, és bátyó megint megnevettette az egész családot. Elrepült a délután. Estére mama nagyon elfáradt. Hosszú volt a nap, Mimikém, mondta. Ma kivételesen fürdened sem kell, csak bebújsz az ágyba, jó? Én is hamar lefekszem, mert sajog a derekam. Mimi szerette az eféle kivételeket, gyorsan pizsamába bújt, és bár nagyon figyelt, már mese közben elaludt. Olyan mélyen aludt, hogy észre sem vette, amikor mama fölkelt az éjszaka közepén. Jön az igazi ajándék, súgta mama papának. Papa felpattant. Indulunk? Kérdezte. Várj egy kicsit, mondta mosolyogva mama. Felhívjuk bátyót, és amíg megérkezik, írok egy levelet Miminek. Bátyó talán még sosem érkezett ilyen csendesen, mint azon az éjjelen, amikor mama és papa elindultak az erdőszéli kórházba, hogy megszülessen Mimi kis testvére. Mama bőröngye napok óta becsomagolva várt az indulásra, már csak a papucsát kellett beletenni. Mama búcsúzóul bátyó kezébe nyomta a levelet, amit Miminek írt, és a lelkére kötötte, hogy az első dolga legyen felolvasni Miminek, amint felébred. Bátyó megígérte. Papa felkapta a bőröndöt, és mamával elindultak a kórházba. A hideg téli égbolton mosolyogtak a csillagok. Kis nyuszi születik! Mama visszamosolygott rájuk, és mosolygott akkor is, amikor pár órával később karjába vehette Borit, Mimi kisugát. Aki nem mosolygott reggel, az Mimi volt. Hol van mama? Kérdezte bátyótól durcásan. Mamáik bementek a kórházba, mondta bátyó. Gratulálok, Mimi, nagy tesó lettél, tette hozzá, de Mimi továbbra is a sírás kerülgette. Most jut eszembe, csapott a homlokára a bátyú. Mama a lelkemre kötötte, hogy olvassam fel a levelet, amit az éjjel írt. Mama levelet írt nekem. A rajta múlik, még a reggelidet is elkészíti, mondta bátyú. Mimi végre elmosolyodott. Bátyú felolvasta mama levelét. Édes Mimikém, képzeld, éjjel arra ébredtem, hogy a testvéred jelezte, ki szeretne bújni a pocakomból, hogy végre találkozhasson velünk. Ugye te is szeretnél találkozni vele? Mire a nap felkel, biztosan megszületik. Addig is, bátyó vigyáz rád, ő olvassa fel ezt a levelet. Tudnod kell, Mimikém, hogy nagyon szeretlek. Annyira, amennyire magas az öreg tölgy, vagy még annál is jobban. Millió puszit küld, mama. Miután Mimi és bátyó megreggeliztek, elhatározták, hogy bemennek a kórházba, meglátogatják mamát és a kis tesót. Papa is bent volt még a kórházban, ő vezette oda Mimit mama ágyához. Mimi még sosem látott olyan apró nyuszit, mint amekkora a testvérkéje volt. Mimikém, ragyogott fel mama arca. Gyere közelebb, hadd mutassam be neked a húgodat, Borit.
Mimi odabújt mamához, úgy csodálta az apróságot. Bátyó lerajzolta, amint mama egyik karjával Mimi töleli, másikkal borít tartja. És ragyog az egész család. Mimi nagyon várta, hogy mama hazajöhessen a kórházból, de pár napig még bent kellett maradnia a kistesóval együtt. Otthon kicsit másképp mentek a dolgok, mint szoktak. Papa nagyon viccesen tudta elrendezni Mimi tányérján az ételt, de mosogatni nem szeretett. Papával bármikor lehetett társasozni. Papa óriási habot tudott készíteni a fürdővízbe, és kalandos meséket tudott kitalálni. Mama mégis esténként hiányzott a legjobban. Amikor mama és Bori végre hazajöttek a kórházból, az élet nem állt vissza a régi kerékvágásba, sőt, minden furább lett egy kicsit. Bori bölcsőjének, pelenkázójának, kiskátyának már rég megvolt a helye, de Bori alvásának, pelenkázásának, fürdetésének még nem volt meg a helye a napi menetrendben. Majd kialakul, mondta kedvesen Eperlaki doktornéni, aki meglátogatta Mimiéket, hogy szemügyre vehesse Borit. És amúgy minden rendben? Kérdezte mamától. Igen, vágta rá Mimi. Bori szépen eszik, folyton alszik, és nagyon ügyesen született. Így van, ahogy Mimi mondja, mondta mama. Ráadásul itt van Mimi is, aki nagyon sokat segít nekem. Egy ideig most talán ne is járjon óvodába, javasolta Eperlaki doktornéni, ne hozzon haza betegséget. Mimi sokat segített mamának, mama viszont kevesebbet segített Miminek. Mama mindig azt mondta, várj egy kicsit, Mimikém. De Mimi nem tudott várni, ha pisilnie kellett. Nem tudott várni, ha magára borította a vizet festés közben, és nem tudott várni, ha egyszerűen csak mamára volt szüksége. Mama! Szaladt be a gyerekszobába Mimi. Kipújt az első hóvirág! Jaj, Mimikém, nem tudtál volna várni egy kicsit, hogy ezt közöld velem? Nézd, felébresztetted Borit, pedig csak most aludt el, mondta mama mérgesen, és már vette is fel Borit. Nyuszikám, nyuszikám, kicsi nyuszikám, semmi baj. Miminek könnyek szöktek a szemébe. Mindig csak Borinak mondod, hogy nyuszikám, és mindig olyan sokszor mondod. Én már nem vagyok a nyuszikád. Jaj, Mimikém, Mimikém, kicsi Mimikém, hajolt le hozzá mama. Ne haragudj, nagyon fáradt vagyok. Most az én nevemet is sokszor mondtad, mosolyodott el Mimi, aki már is jobban érezte magát mama ölelésében. Mama is elmosolyodott. Tudod mit? Kimegyünk sétálni, megnézzük azt a hóvirágot. A séta mindenkinek jól esett. Biztos Borinak is, gondolta Mimi. Olyan békésen aludt a babakocsiban. Este pedig, miután mama lefektette Borit, Mimi és mama összebújva böngészték Mimi kedvenc mesekönyvét. Ez olyan jó volt, mint régen. Vagy egy kicsit még jobb. Mimi nagy tesó lett.